Trianon. Egy fogalom, amely a magyarság történetében egybefort egy igazságtalan, országunkat súlyosan megcsonkító békedöntéssel. Egy béke, amely elvben lezárta az első világháborút, valójában megalapozott egy újabb világégésnek. Egy béke, amelynek a népek közötti egyetértést kellett volna szolgálnia, ehelyett még inkább kiélezte az ellentéteket. Egy béke, amely 100 éve mérgezi a lelkeket, és amellyel kérdés, hogy mit kezdünk a jövőben. Mindig így rá szoktam állni, és akkor így művelöm a kereket. Ha ismerősek a mozdulatok, az nem véletlen. Lendvai Zoltán atyát látogattuk meg, vagy ahogy sokan jobban ismerik, a gördeszkás papot. Most azonban nem a sportra helyeztük a hangsúlyt, és nem is a szép Rédicsi templomra, hanem a mellette álló épületre, amelynek a homlokzatán látható molinó is sokat sejtett. Trianon múzeum nyílik majd itt. Szent József csodája, hogy a trianoni határon, itt Rédicsen, egy Trianon múzeumot építünk. Amikor várpalotára hívtak meg a Nepomuki Szent János katolikus általános iskolába, ott láttam néhány ilyen kis táblát, hogy Trianon múzeum. Azonnal megkértem az iskola igazgatóját, hogy intézzel, hogy megnézhessem. Bár zárva volt a múzeum, de számomra kinyíltak az ajtajai, és bemehettem, megmutatták, körbevezettek, és akkor egy ilyen szikra gyulladt a szívemben, hogy hát az ország közepén, hogy van egy Trianon múzeum, az egy dolog, de igazából a trianoni határra kellene ilyeneket építeni, Felvidék felé is legalább 2, Délvidék felé vagy 3, Románia felé legalább 5, aztán ide a horvát-szlovén határra mondjuk ezt az egyet, az osztrákok felé meg legalább még egy ilyen múzeumot. Az épületben gőzerővel zajlanak a munkálatok. Az eddig beérkezett anyagi forrásoknak köszönhetően nem csak a házat sikerült megvásárolni, hanem a felújítási, átalakítási munkálatokat is megkezdhették. Elsősorban én az elcsatolt területeken élőket tartom célpontnak, tehát hogy ők jönnek, egy-egy busznyi fiatal itt megjelenik. Mindjárt feltűnik nekik, hogy amikor kiszállnak az autóból, a kis kütyűik lefagynak. Ugyanis ez is csak pénz kérdése, hogy le lehet fogyasztani a gépeket és a telefonokat. Tehát nem jön be rajta semmi, csak trianonos dolgok. Tehát hiába nézni a telefonját, azon is ugyanazt látja, ami a vetítésen lesz. Tehát például ez mindjárt egy megdöbbentő dolog lesz. És a legmodernebb eszközökkel szeretném a fiatalokat néhány percre visszaröpíteni a múltba, hogy milyen volt ez a kemény állapot, és hogy az emberek ezt hogy viselték. 3 vagy 4D mozi volt először az álmom, azonban ez megvalósíthatatlan, tehát olyan drága, olyan sok pénzbe kerül. De ilyen egyszerű vetítéseket lehet készíteni, vagy mintha egy balon segítségével, hőbalon segítségével szállnánk fel, és akkor felülről látjuk a tájat. Például akár hogy az elcsatolt területeken hogy maradtak meg például a székelyek magyarnak, vagy például az Őrvidéken mondjuk hogyan vesztették el jó néhányan a magyar identitásukat, mivel ugye az osztrákoknál sokkal jobban ment a soruk. Vagy látjuk például Kárpátalján, hogy mennyit szenvedett népünknek az a része, akiket éppen oda sodort az élet. Vagy a Délvidéken, hogy mennyit küzdenek az emberek napjainkban is. Ez egy kis filmes vetítés lesz. Igen, tehát ilyen kis filmes vetítések. A falakon pedig ilyen szuper táblák, amin nem csak
a térképek alakulását lehet nyomon követni, meg a népességet, vagy például ahogy vonatra rakták az embereket, és ugye például a felvidékről ilyen lakosság cserével kitelepítették az embereket. Borzalmas nagy szenvedések közepette. Aztán lesznek ilyen rövid bevágások, mert még vannak olyanok, akik hitelesen tudnak erről az idősebbek közül beszélni. Tehát, hogy számukra mit jelented, vagy hogy az iskolában erről hogy tanultak. Őket még úgy megtanították annak idején, hogy szabad kézzel le tudták rajzolni a Nagy Magyarországnak az alakját. Fel tudták sorolni az elcsatolt nagyvárosokat, vagy az elcsatolt vasútvonalaknak a térképét is. Rédics és környéke egyike azoknak a területeknek, ahol közvetlenül is a bőrükön érezték az emberek a határok meghúzását. Ellehetetlenültek az itt élők. Van revíziós templomom is, hisz olyan kegyetlenül húzták meg, olyan igazságtalanul a trianoni határt, hogy a falvaimat ketté vágták. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 23 évvel ezelőtt kerültem ide Rédicsre, és mindjárt az első héten átmentem az elcsatolt területekre. Szlovéniának hívják most ezt a részt, és az ottani plébánosokkal összebarátkoztam, megismertem a híveket, és látom, hogy a határ másik felén élők maradtak a falvak, míg nálunk a határsáv miatt, mivel sem munkahelyük nem volt az embereknek, sem építési engedélyt nem kaptak, ezért vagy Lentibe, Zalaegerszegre, Pécsre, Budapestre szóródtak szét az én hetési híveim. Tehát nagyon érdekes, hogy ez az öt falu annak idején templom nélkül maradt. A Gáboriaházi templom tornya alatt egy márványtábla őrzi, hogy miért épült ez a templom. A szövege ez, hogy az ősi Lenva-vásárhelyi templom helyett épült ez a templom, hogy benne az épp Magyarországért is feltörő imákat meghallgassa a magyarok nagyasszonya. Vagy 2000 ember maradt templom nélkül. És egész Zalavár megye összefogásával építették ezt a Gáboriaházi templomot az öt elárult község hívei számára. Felvetődik a kérdés, mit üzen ez a múzeum a magyarságnak, a szomszéd népeknek? A történelem az az élet tanítómestere. És azért fontos történelmet tanulni, hogy valóban abból profitáljunk. És mondom, tehát egyáltalán nem lázító, debaháló jelleggel akar ez a múzeum működni, hanem a szomszédokkal is egyetértésben, egymásban testvért látva arra felhívni a figyelmünket, hogy valóban mi volt ennek az oka, egyáltalán a kiváltó körülmények, mert ez egy hosszú folyamat volt. Aztán hogy az emberek hogy reagáltak rá azóta, például az akkori püspöki karnak. Tehát amikor széttépték az országot, az akkori püspöki kar, Csernoch János hercegprímás volt egy esztergomi érsek, például ő a síremlékével mindent elmond a Trianonról, amikor azt iratta rá kőbe vésve. Mindenki megnézheti az esztergomi bazilika altemplomában a szarkofágját, hogy amit itt a földön elveszített, azt imádkozva kéri vissza. Tehát, hogy az akkori püspökök, a mi szombathelyi püspökünk is, ebben nem tudtak belenyugodni, még 1923 után is a levéltárban őrzik ezeket a köriratokat, írták az elcsatolt területekre a leveleket, mert
a Vatikán nem lépett ebben az ügyben. Elnapolta a kérdést, és nem rendezte az egyházmegyék határait. Tehát igazából a püspökök sokkal nagyobb területtel bírtak, mint az országnak a látható területe volt. Arra próbálom nyitogatni az embereknek a szemét, hogy szeressék a népünket. Mert büszkének kell lenni arra, hogy a mi népünk ennyit kibírt. Hát amikor mi gyerekek voltunk, a Trianonról nem is lehetett beszélni. Nekünk a történelem tanár se beszélt róla. Tilos volt. Tabu volt. Most már ahhoz képest sokkal többet lehet beszélni. A tervek szerint a múzeum 2021-ben nyitja meg kapuit. Mindez annak is függvénye, hogy mennyien támogatják a kezdeményezést. Ezt megtehetik nem csak emlékek összegyűjtésével, hanem pénzbeli támogatással is, a múzeumot működtető alapítvány számla számára befizetve. A magyarok az elcsatolt területeken jobban megmaradtak magyarnak, mint itt a kis Magyarország területén. Igazából ez a centenárium számukra fájdalmasabb, és ott hát ezt nem ünnepelni ezt nem lehet igazából, inkább átimádkozni. Mint ahogy minden évforduló arra jó, erre jók a születésnapok is, hogy az ember egy picit visszatekint, és köszönetet mond, hogy ezt is kibírtuk, ezt is túléltük. És hogyha így van ez az ember életében, vagy egy család életében, akár a házassági évfordulók kapcsán, hogy 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 év távlatából visszatekinteni, akkor az ember azt mondja, hogy mennyi munka, mennyi áldozat fért bele ebbe a rövid kis időbe. Hát igazából a szeretet tüzét mindig az áldozat táplálja. Szenvedés nélkül nincs áldozat. Áldozat nélkül pedig nincs szeretet. És ha mondom, az emberi életben, vagy a családok életében, ha ez így működik, édes magyar népünk életében is ez így van,